zavaró lehet, mert azt írja, hogy mélysége legfeljebb egy méterben tér el, és nem nulla mélységűek. Na itt van a probléma. Tudnélik, most direkt behívtam a két mezőt, a mélységmezőt és a magasságmezőt, és a magasságmezőben van megadva a nulla érték, tehát nekünk, és most ezt ki is törlöm, mert ez csak kontroll miatt kellett, nekünk a magassághoz kell a nulla feltételt beírni, és így már elvileg jóval kevesebb, 53 rekord a 100-nál is több rekordhoz képest teljesíti csak ezeket a feltételeket. Na most természetesen a feladat leírásban ezeknek a mezőknek nem volt láthatósági szerepük, tehát őket a megjelenítésből ki kell venni, csak a névmezők kellenek. Ezek azok a barlangok, amelyekre ez a feltétel teljesül, az összetett feltétel teljesül. Elgondolkodtató lehet azonban, hogy még mindig túl sok az eredmény rekordok száma, valami véletlenül még mindig nem jó. Nézzük csak meg megint újra az adatokat. Itt a különbség közöttük, a mélység és a magasság között valahogy nem megfelelő. Miért? Hát mert a feladat ugye azt mondta, gondoljuk el, hogy a mélység és a magasság közti különbségről van szó, és nem a magasság és a mélység közti különbségről. Nem mindegy, hogy melyik mezőből vonjuk ki a másikat. Ennek megfelelően most cseréljük meg a két mezőt. És alkalmazzunk abszolút értékfüggvényt, ami azt fogja megadni, hogy mennyi ezen mezők különbségének abszolút értéke, és én egyelőre most ezeket az adatokat is látni szeretném, és így már sokkal kevesebb rekordunk marad, gyakorlatilag 3 rekord marad, amely teljesíti ezt a feltételt. Ha még tovább pontosítunk az eredményen, és megengedjük az 1 métert is, akkor még egy rekorddal több rekordunk kell, hogy legyen. 4 rekord lesz, amely teljesíti ezt a feltételt, és most vagyunk készen. Ha csak a mezőnevekre vagyunk kíváncsiak, eredeti feladat szerint. Ehhez a feladathoz is fogunk nézni egy második megoldást. Csak ezt előbb mentsük el. Néven, és aztán legyen egy második megoldásunk. És a második megoldás az abból fog kiindulni, hogy lehetőség van arra, hogy tulajdonképpen én most ebből készítek, hogy ne kelljen már annyit újra gépelni egy másolatot. Csak azt előbb be kellene zárnunk, igen. Ebből a lekérdezésből fogok egy másolatot készíteni. Nem ezzel a névvel, hanem így. És átalakítom magát a lekérdezést. Következő módon. Lehet látni, hogy a program az általam megadott nevet, változó nevet, azt nem is igényli. Elég így a fiktív mező, hogyha egyébként sem jelenítem meg, akkor nincs is rá szükség. Ehelyett a feltétel helyett adjak meg egy intervallumot, azt mondom neki, hogy mínusz 1 és plusz 1 közötti értékeket vehet föl, és nézzük meg ebben az esetben,
ebben az esetben is megkapjuk a helyes eredményt, tehát ez lett volna a másik megoldás, hogy a feltételt ilyen módon adom meg. Térjünk vissza még egy kicsit a hatos feladatra. Mutatok itt még egy lehetséges megoldást, amely az SQL irányába fog mutatni. Hogyan lehetne a feltételben azt megadni, hogy e két tábla között kapcsolat van. Illetve ez a segédlekérdezés, és e tábla között kapcsolat van. Ezt a lekérdezést le fogom másolni, és ki fogom nyitni tervezőnézetben, és megszüntetem a közöttük fönnálló kapcsolatot, így, és megadom azt a bizonyos feltételt, amelyet már láttunk, tehát ami azt jelenti, hogy ő nem egyenlő fecskelyukkal. Kiterjedésnek meg kell jelennie. Települést azt ebből a lekérdezésből veszem, és azt mondom, hogy ez a ennek a táblának ez a mezője, amelyet egyébként a program előzékenyen nekem felajánl, ő is feltételként szerepeljen itt, de szögletes zárójelek közé kell tennünk, csak a pont elválasztó karakter a tábla neve és a feltételt megadó mező neve közötti elválasztó karakter, tehát itt az első részben a pont előtt a tábla nevét kell megadnom, méghozzá ékezet helyesen, és akkor, ahogy a megfelelő mezőhatároló szögletes zárójeleket sikerül elhelyeznem a tám megfelelő helyekre, tehát a lekérdezés, illetve a mező név elé, illetve után, akkor már is helyes lesz a lekérdezésem, mert megkapom azt az eredményt, amit a másik megoldásban is megkaptam. Hát tulajdonképpen ez nem más, mint a kapcsolat, hogy két tábla, fiktív tábla, ez egy fiktív táblát hoz létre, ez egy olyan szűrt táblát hoz létre ebből a táblából, amelyben csak a miskolciak vannak benne. Jó, akkor ezzel én megoldottnak tekintem a... Már nézzük még meg, egy pillanat. Hát a lekérdezéseket megoldottam, igen, de még van egy feladat, a jelentés. Készítsen jelentést, amely településenként csoportosítva jeleníti meg a barlangok nevét, hosszát és mélységét. A lista a település azon belül a barlang neve szerint ABC rendben jelenjen meg. A lekérdezéseket sorban bezárom, ezt el kell menteni. És létrehozás jelentés. A jelentést, mint mondtam, azt varázslóval hozzuk létre, egy ilyen kis gomb ajánlja föl a jelentés varázslót, és a jelentés varázslóban választhatunk táblák, és választhatunk lekérdezések között is a forrás állomány, illetve hát a forrás adathalmaz, az lehet tábla és lekérdezés is.
nagy adatbázisoknál célszerű egyébként egy lekérdezést készíteni forrásként, amelyből kiindulva pontosan azok az információk nyerhetők ki a jelentésben, amelyre éppen nekünk szükségünk van. Itt ebben az esetben ezt most nem kell megtennünk, a forrás adathalmaz a tábla lesz. A szükséges mezők a következők: kell a név, kell a hossz, kell a mélység, és kell a település. Ezen mezőkre lesz szükségünk. Ezután kérdi, hogy szeretnénk-e csoportszintet hozzáadni. Igen, a feladat leírásban benne volt, hogy település neve szerint csoportosítani szeretnénk az adatokat. Csoportosítási beállításokban lehetne különböző intervallumok szerint megadni ezt. Ez nekünk, ez az alapértelmezett beállítás most teljesen jó lesz. Következő, a csoportot nem hozunk létre. Következő a rendezés. A rendezés az olyan módon történik, hogy az elsődleges rendezési szempontunk a település neve, pontosabban a barlangnak a neve, és azon belül, tehát a település neve, és azon belül a barlangnak a neve. Hát nézzük meg, hogy ez most így rendben van-e. Ez a barlangnak a neve. Összesítési beállításokat nem kért a leírás. Arról sem szólt az információ, hogy milyen legyen a megjelenés típusa. A jelentés címe 8 felsorolás legyen. Na nézzük. Még ő elkészíti a jelentést, annyit szeretnék mondani, hogy alapértelmezésben a rendszer mindig a gépen, az operációs rendszerben alapértelmezett nyomtatóra készíti a jelentést, tehát amely nyomtató itt most az alapértelmezett nyomtató, arra fogja létrehozni, annak a beállításaira fogja létrehozni a jelentést magát. Ez a nyomtatási képe a jelentésnek. Minden információ helyesen jelenik meg benne. Település neve ABC szerint, és azon belül, mondjuk Balaton Ederics, azon belül ABC szerint a barlang neve, és a hozzátartozó adatok jobb oldalt. Nem fogom részletesen megmutatni, de egy pillanat a nyomtatási kép lezárása után az általam sokszor említett ActiveX vezérlőket, amelyek ugye itt találhatók, hogyha megnézzük, ezek mind-mind ActiveX vezérlők, amelyek tulajdonképpen meghatározzák az egész külső megjelenést. Egy pici átalakítást, ha teszek, már azt mondom, hogy tudom én, valami kitöltési szint fogok változtatni. Egész, igen, vagy egy félkövért szélesebbre veszem ezt a címke típusú ActiveX vezérlőt, akkor a nyomtatási képen ez megjelenik. Milyen nézetei vannak? Jelentés, nyomtatás, elrendezés, tervező nézet. A tervező nézetben lehet ezeket megváltoztatni. Lehet látni, hogy megjelenik az a bizonyos oldalfej, jelentésfej, jelentésláb, oldalláb. A jelentésláb most üres, ez a négyzetrács, ez a háló az, ahol a tervezhetek és elhelyezhetek vezérlőket, és azt is lehet látni, hogy automatikusan például az oldallábban minden oldal jelentés oldal alján függvények vannak érvényben, amelyek megmutatják például az aktuális dátumot, az aktuális oldalszámat, a teljes dokumentumnak hány oldala van, és abból hanyadik oldalon vagyok. Az egész, mind a jelentésnek, mind pedig az űrlapnak és az ActiveX vezérlőknek a használatát a Visual Basic programozási nyelv vezérli, és ennek alapjai, vagy hát mélyebb ismerete szükséges ahhoz, hogyha az ember ezen
nagyon változtatni szeretne, minimális ismeret kell ahhoz, hogy apróbb változtatásokat tegyünk. A vizsgafeladatokban csak egészen apró változtatásokra van szükség, tehát nem még az emelt szintű érettségén sem elvárás ezeknek az ismerete, úgyhogy én is csak